Köszöntöm Önöket, Önök a Bonyhádi Naplót látják. Bonyhádi középiskolás diákoknak hirdetnek ösztöndíj pályázatot. A pályázati kiírása 2019-2020-as tanévben kimagasló, legalább 4,8-as tanulmányi átlagot teljesítő 9-12. Osztályos tanulók nyerhetik el. A Kolónia Alapítvány ösztöndíj pályázat értéke 20 000 forint egyszeri pénzbeli támogatás. A bonyhádi középiskolásokat motiválja már a tanév elején a helyi Kolónia Alapítvány. A 9-12. Osztályos tanulóknak hirdetnek ösztöndíj pályázatot. A pályázat célja a tehetséges, aktív közösségi tevékenységet végző és sport vagy tanulmányi versenyen, kulturális területen kiemelkedő eredményt elér diákok támogatása. Az ösztöndíj pályázatra minden bonyhádi lakos, tehát azok is, akik a közigazgatási területhez tartoznak, és azon a településen részen élnek, pályázhatnak, szakmunkás képzőbe, szakiskolába, szakközépiskolába, gimnáziumba járó tanulók, aki a 2019 és 20-as évben a középiskola 9 és 12. évfolyamát végzi. Legalább 4,8 átlagot kell, hogy teljesítsen a 2019-20-as tanévben. A pályázathoz továbbá kötelezően csatolni kell az évvégi és 10-12. Évfolyam esetében az előző tanévi jogi bizonyítvány másolatát, iskolalátogatási igazolást, egyoldalas bemutatkozó levelet, személyes okmányok másolatát. A pályázatokat a Kolónia Alapítványnak az irodájába, ami a Városháza 3. emeletének a 309-es szobájában van, oda lehet majd benyújtani. A pályázatokat írásban, papíralapon és interneten is be lehet nyújtani. A Kolónia Alapítvány a legjobb, hiánytalanul benyújtott 25 pályázó diákot jutalmazza meg egyszeri 20 000 forint értékű anyagi támogatással. Évek óta megszervezik Bonyhádon az autómentes napot. A rendezvények változatlan célja az egészséges életre és környezettudatosságra nevelés mellett a gyerekek közlekedési ismereteinek bővítése. Na a házam, tetteje, tetteje, Gyerek zumbával indult az autómentes nap egész napos programsorozata. Bonyhádváros évek óta megszervezi az akciót, melynek célja a környezetvédelme, a mozgás fontosságának hangsúlyozása és a közlekedési szabályok felelevenítése elsősorban a gyerekek körében. Aki bátor volt, kipróbálhatta az erre az alkalomra idehozott furcsa kerékpárokat is, melyek segítséget nyújtanak a biciklivel való biztos közlekedés fejlesztésére. Az idei évben Bonyhádváros önkormányzata újra csatlakozott az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap programhoz. Autómentes napot és közlekedésbiztonsági szemlélet formáló napot szerveztünk. Kiegészve a kerékpározás népszerűsítésével rengeteg szolgáltatót hívtunk. Kettő kresszsuli van most jelen pillanatban. Az egyik kresszsuliban rollerekkel, futókerékpárokkal tudnak a gyerekek egy imitált kressz pályán közlekedni, illetve a kressz sátorban közben pedig kressztesztet oldanak meg interaktív módon, illetve az idei évben először hívtuk a gyerekautósulit, ahol elektromos kisautókkal tudnak egy kresszpályán közlekedni, és ők szintén tartanak egy utánfutóból kialakított oktatóteremben kressz oktatást. Nézzünk be a rögtönzött kressz tanfolyamra. A cél a legalapvetőbb biztonsági előírások felelevenítése és elmélyítése. Gyakoroljuk a közlekedés szabályainak a betartását, ezért van itt ez a kis pálya, és fogtok találkozni pár forgalmi szituációval, amivel alapvetően is köznapi életben, miközben közlekedtek, gyakran tudtok találkozni. Először is hagyj kérdezem meg tőletek, ki tudja megmondani nekem, hogy az utca melyik oldalán közlekedünk, jobb vagy bal? Igen? A lényeg a gyerekeken van, a lényeg azon van, hogy mindig valamit sportoljanak. Ugye el szoktuk mondani mi is azt, hogy nem muszáj csak focizni, illetve csak kosarazni. A lényeg a mindennapos sportoláson van, és hogyha a gyerekek látnak jó példát, akkor az segít nekik. Ebben nem elég csak a gyerekekre hagyatkozni, ugye egy 5-6 éves gyereket még a szülők befolyásolnak.
tudom magamról, én is szülő vagyok, hogy ha elviszem magammal a gyerekeket bicajozni, vagy túrázni, akkor teljesen más a gyerekeknek a lendülete, az aznapi lendülete, a sporthoz való hozzáállása. Úgyhogy ilyen szempontból én nagyon bizakodó vagyok, és örülünk neki, hogy ennyien vannak, vesznek részt a mai autómentes napon is. Nyilván a kerékpározás az azért is jó, mert egyrészt a nem kerül pénzbe, másrészt pedig megmozgatja az embereket, tehát a családok azok ilyen szempontból is nézhetik ezt. Nem véletlen, hogy a legkisebbeket, a tanköteles korosztályt vonta be, leginkább a programba a város, hiszen ebben a korban van szükség arra, hogy a gyerekek rászokjanak a rendszeres mozgásra. És ők vannak veszélyben, gyalogosan és kerékpárosan is leginkább. Óvodás, tanköteles korosztály rávezetése, a kerékpározás, az alternatív közlekedési módok fontosságára, illetve nem utolsó sorban a KRESZ betartására, a gyalogos közlekedés során tudják alkalmazni a KRESZ szabályait, hogy biztonságban legyenek a gyerekek. Kiemelt fontosságú városunkban a kerékpáros közlekedésnek a népszerűsítése. Egy kerékpárút került kialakításra nemrégiben a Percelmor utcában. Ez is ezt a célt szolgálja, és igyekszünk mindezt rengeteg olyan közösségi programmal alátámasztani, ahol fel tudjuk hívni a figyelmet a kerékpárosokra. De nem csak a kerékpárosokra, de a járművekre is vigyázni kell. Ennek a fontosságára hívták fel a figyelmet a rendőrség szakértői. Természetesen a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztálya és a városi rendőrkapitányságok előadói is fokozottan hívják fel az utóbbi időben a figyelmet arra, hogy a kerékpárosokra is vonatkoznak a közlekedési szabályok, és ezek az előadóink rendszeres előadások alkalmában felhívják a figyelmet, hogy az, aki kerékpárra ül, annak tisztában kell lennie a közlekedési szabályokkal is. Mi pedig a rendezvényen a bűnmegelőzést próbáljuk itt szorgalmazni, hiszen ezek a kerékpárok ugye elég nagy értékűek már az utóbbi időben, és Tolna megye is évek óta csatlakozott egy országos programhoz, aminek Bike Safe a neve. Egy elektromos rendszerbe visszük fel a kerékpár és a tulajdonos adatait, plusz egy védelmet ad ez a tulajdonosnak, ha esetleg a kerékpárját ellopják. Bármelyik kapitányságon ennek az adatbázisnak utána tudnak nézni a kollégák, ezzel is segítve azt, hogy esetleg az eltulajdonított kerékpárt megtalálhatják. Ha csak a legfontosabb közlekedési szabályok bevésődtek a gyerekeknél, és biztonságosabban mennek át az úton vagy bicikliznek, már megérte ez a rendezvény. Nem is beszélve arról, hányan akarnak majd egy ilyen nap után biciklizni a szülők bevonásával. A bonyhádi Foltmolyok Foltvarró Klub 8 évvel ezelőtt határozta el, hogy minden 2 évben kiállítja az addig elkészített új munkákat. A 2004-ben alakult helyi szerveződés jelenleg 6 dolgos fővel működik, idei újdonságként kiállították az együtt munkákat is. Ez azt jelenti, hogy mind a 6-an vartak egy-egy részt különböző anyagokból, a már előzetesen meghatározott technikával, majd ezt a találkozók során összevarták. A kiállítás szeptember 30-áig látogatható a bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere nyitotta meg a Foltmolyok Foltvarró Klub ezévi kiállítását. Minek szól, vagy kinek szól, hogy miért is szól nekem ez a felkérés, én már 4. alkalommal, de szerintem ezt rögtön az első 8 évvel ezelőtti kiállításra, amikor megbeszéltük, én akkor nagyon őszintén bevallottam, hogy abszolút nem tudok valami, maximum egy gombot itt, az édesanyám is közben látta, hogy megérkezett, ő ezt tudja igazolni. Köszöntő beszédében elhangzott, a foltvarrók által nap mint nap használt cérna, néha csupán láthatatlanul, de összeköt mindent. A foltvarrás, más néven foltmozaik vagy patchwork, története igen régi. Valószínűleg a szövés feltalálásának idejére esik. A szükség a szegénység hozta létre, amely során praktikus darabokat készítettek a megszőtt anyagdarabokból. Az első foltvarró asszonyok minden folton folt takarójukat kézi varrással készítették. Kisebb közösségekben a hosszú téli estéken ezzel a kézi munkázással mulatták idejüket. Különböző mintákat és elnevezéseket találtak ki, amelyeket tovább adtak más tájak asszonyainak is. Napjainkra a technika magas szintű fejlődése a foltvarrás területén jelentős változásokat hozott. A varrógépek fejlesztése, elterjedése meggyorsította a varrási folyamatot.
A gépesítés azonban nem feletteti, hogy a kézi varrással elkészített művek nagyobb értékűek. Kézzel lassabban, de általában pontosabban varrunk. Egyszer láttam egy kiállítást, ahol olyan munkák szerepeltek, ilyen apró képek, amik tájképek voltak, foltvarrás technikákkal készültek, és nekem nagyon-nagyon tetszett, akkor találkoztam életemben először a foltvarrással, és annyira megtetszett, hogy akkor megfogadtam, hogy ha addig élek is, én ezt meg fogom tanulni. Aztán néhány éven belül sor került rá, hogy hirdetett a könyvtár egy tanfolyamot, és oda jelentkeztem, és végül is ott tanultam meg, de oda jártunk mindannyian, akik a csoportban vagyunk, és mindannyian ott tanultuk meg a foltvarrást, ott szereztük meg az alapképesítést is, meg a haladó tanfolyamra is jártunk. Hát eleinte sokkal többen voltunk, de aztán lemorzsolódtak a többiek, betegség, elköltözés, egyéb családi problémák, vagy csak egyszerűen megunták, tehát sokan lemaradtak, hát hatan maradtunk, a kemény mag, és mi azóta is most már 15 éve együtt vagyunk. Igen, két évente van a kiállításunk. Vannak olyan dolgok, mint például itt ez a hat kép a hátunk mögött, amit most csináltunk, úgymond közös munka, ami közös munka ugyan, de egyáltalán nem hasonlítanak a munkák egymásra, csak a technikákban. És hát mindig valakinek van valami ötlete, ami úgy gondoljuk, hogy tetszik nekünk, akkor azt megvalósítjuk valamilyen formában. Hát most ezek a munkák születtek ebből a lehetőségből. Egyébként meg mindenki azt van, amit szeretne, amihez kedve van. Van úgy, hogy tanulunk új technikákat, sokat jártunk, régebben sokkal többet jártunk táborokba, de még ez még megmaradt, még a mai napig is van olyan tábor, ahova elmegyünk, aztán vannak varrós napok, vannak kiállítások, ahova rendszeresen járunk, részt veszünk, és azokon is nagyon sokat tanulunk, sok mindent látunk, kipróbálunk új technikákat. Ha megszeretjük, ha tetszik, akkor csináljuk, ha nem, akkor elfeledésbe merül. Vannak régi tradicionális technikák, például mint a nagymama virágos kertje, az mondjuk a hátunk mögött most nincs, de itt velem szemben pont egy olyan kép van. Az kézzel varrós technika például, vannak olyan technikák, amit lehet géppel varni. Van a hátunk mögött látható munkákon, van a szeminol technika például, ami az apró négyzetekből áll, aztán vannak a háromszögek, az a vadlibás technika, ahogy a vadlibák repülnek egymás mögött. Tehát most így nem is tudnám felsorolni, nagyon-nagyon sokféle van. A 2004-ben alakult helyi szerveződés jelenleg 6 dolgos fővel működik. A művelődési házban találkoznak két hetente, ahol ötleteket cserélnek és közösen varnak. Minden év őszén országos varrásnapot rendeznek, amelyet közel 200 fő látogat. 8 évvel ezelőtt pedig egy új hagyományt honosítottak meg. Minden második évben kiállítják munkáikat az érdeklődők számára. Második alkalommal szerveztek jótékonysági futást a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola és a Gyermekekért Alapítvány javára. Ezúttal is a fiatalabb és az idősebb korosztály is képviseltette magát a programon, mely ezúttal is az összefogást erősítette egy jó cél érdekében. Már a vidáman végzett közös bemelegítés előrevetítette, amit a Petőfi Gimnázium testnevelője Toderóné Rejdő Rita vezényelt, hogy itt az Evangélikus Általános Iskola udvarán egy olyan kis-nagy futózsembori tör ki perceken belül, amivel az elsősorban megcélzott alsó és felső tagozatos petőfis diákok a testnevelés órákon és az iskolai sportfoglalkozásokon nem találkozhattak. A hangulat, a helyszín, a körítés miatt. A Gyermekekért Alapítvány tavaly indította el ezt a jótékonyságú célú rendezvényt Bonyhádon. Pedagógusként tudjuk azt, hogy nagyon fontos az egészséges életmódra nevelés, és nem csak a gyerekek, hanem a családok körében is. És szerettünk volna egy olyan programot létrehozni, ami az egész családot, a kis, óvodás kistesótól, az iskoláson, a szülőn keresztül, a nagyszülőkig megmozgatja. Itt mindenki talál kedvének, életkorának és edzettségének megfelelő rendezvényt. És a harmadik oka, amitnek én személy szerint nagyon örülök, az az, hogy amióta evangélikus iskola lettünk, azóta nagyon fontos lett itt az iskola vezetés szemében az, hogy olyan rendezvényeket csináljunk, amelyek a gyerekeknek élményt szereznek. De nagyon fontos dolog az, hogy a gyerekeket az egészséges életmódra neveljük, és talán ezt nem 14 éves korban kell elkezdeni, hanem minél fiatalabban, ez nem kell pedagógusnak lenni, hogy tudjuk. És hát nyilván bedolgozunk ilyenkor a gimnáziumnak is, hogy a jó sportolókat is meghívjuk, és őnekik is teremtünk még lehetőséget.
A polgármesteri hivatal, a Bonyhádi rendőrkapitányság, a helyi sportegyesületek közül a Bonyhádi Karate Klub a maga lehetőségei közepette anyagilag vagy más módon külön támogatta a gyermekekért alapítvány rendezvényét. De valójában minden résztvevő hozzájárult ahhoz, hogy gyűjjön a pénz az alapítvány kasszájába, amit az utolsó fillérig az evangélikus iskola tanulói javát szolgáló módon forgassanak vissza. Alapítvány kasszája gyarapszik a nevezési díjak által, egy gyereknek 500, egy felnőttnek 1000 forint volt a nevezési díj, és valóban vannak még egyéb támogatóink is, aki, mint az önkormányzat, az AC, és még sok egyesület, aki támogat és anyagilag is megsegíti a rendezvényt. Először a legkisebbek rajtoltak, az ő távjukat életkorukhoz igazítva suli körökben mérték. Egy sportudvari kör 200 méter, és a 400 méteren már kettőjét kellett teljesíteni. Fokozódott az érdeklődés az 1 kilométer rajtjánál, itt már a futóedzésekre járó fiúk, lányok is bekapcsolódtak a bizonyítási vágytól vezérelve. 5 percet sem kellett eltennie, már is megérkezett az 1 kilométer abszolút győztese Garai Gergő. A fülgeléptő kisrác már atléta palánta a Petőfiben, és számított rá, hogy megnyeri ezt a versenyszámot. Beosztottam az erőmet, és a végén mindenkit lehajráztam. Aha. Mit mondanak a tanárbácsik, hogy gyors vagy, vagy nagyon jól bírod idővel? Hát azt mondják, hogy gyors vagyok. És milyen távot képzelsz el? 1 kilométer, 2 kilométer? Mi a kedvenced? Szeretsz futni rövideket, 100-at, 200-at? Hát szeretek futni rövideket. Mert? Miért jobban, mint a másikat? Mert ott, ha az elején hajrászok, akkor ott általában jobb szoktam lenni. Az 5 kilométeres táv volt az utolsó szám, de aki egyáltalán nem futott, az is találhatott számára valamilyen mozgás lehetőséget. Össze lehetett a kellemest a hasznossal kötni, egészségügyi szűrések is zajlottak a délelőtt folyamán. Az utolsó versenyszám attól lett érdekes, hogy több középkorú felnőtt is beszállt a versenybe, személyes jó példát mutatva az ifjúságnak. Például Szabó Tibor alpolgármester, aki vagy 20 év lustálkodás után vette rá magát a rendszeres futásra, miután 5 kilométert ma már lazán bármikor teljesíteni tud. A gimnazista koromban még a maratont is lefutottam. Most azért ez az 5-10 kilométer az még belefér a komfortzónámba, akár minden nap. Azért is szeretnék ma részt venni, hogy megmutassam, hogy hát nem biztos, hogy csak a diákoknak áll jól a futás, nem biztos, hogy nekik csak a legfontosabb ez a mindennapi testedzés, hanem nekünk idősebbeknek is. Tavaly a jótékonysági futónap anyagi hozományaként egy iskolai játszótér épült. Az idejéből nem terveznek mást, mint azt, hogy jövőre a tanév végéig még egy ilyen vagy ehhez hasonlatos versenyt újra megszervezzenek. Nagyszabású mozgásnapot szervez a Városi Sportcentrum, melynek vendége lesz többek között Rubint Réka is. A szervezők számos mozgásforma elemeit mutatják majd be az érdeklődő közönségnek. Amikor megalakult a Bonyhádi Sportcentrum és ezt átadta a város a nagyközönségnek, megfogalmazódott, hogy olyan rendezvényeket is kell szervezni, mely a tömegek sportolását szolgálja. A különböző mozgásformák között eligazodni ma már szinte lehetetlen, és bár mindegyik az egészséges életmód elterjesztését tűzte ki célul, a különbségeket a haladó nemigen ismeri fel. A sportcentrum gondolt egy merészet és olyan napot szervezett, melyen mindenki találhat fizikai állapotának megfelelő mozgásformát. Nagyon dübörög Magyarországon mostanában a fitness, ezért már akkor elhatároztuk, hogy létrehozzunk egy olyan sporteseményt, amire esetleg az egész régió oda tud figyelni. Ez egy fitness nap, és elneveztük Fit Motionnek. Ezt azért neveztük el, hogy legyen egy brandje, tudják azt mondjuk 2 év múlva, hogyha Fit Motion van valahol, akkor azt tudják, hogy az Bonyhád. És májusban tartottuk az elsőt, jövő hét szombaton, tehát szeptember 28-án szombaton lesz a második. Különböző mozgáselemeket hoznak az ország különböző részeiről érkező sportelőadók, oktatók, prezenterek, és a mostani Fit Motionnek az lesz a nagy durranása, hogy egy nagy országosan híres sztárt is tudtunk lehozni Bonyhádra, ez Rubint Réka lesz. Réka 1 és 2 óra között fog föllépni a Bonyhádi Sportcsarnokban, és láttam Siófkon egyébként a nyáron őt, hatalmas bulit csinál, tele van energiával, nagyon segítőkész és nagyon szimpatikus hölgyet ismertem meg benne. Ugye ő lesz a fő attrakció, de különböző mozgáselemeket hozunk
is hozunk még a Bonyhádi sportcsarnokba. Lesz kengú, lesz gymstick, lesz zumba, ami mostanában azért nagyon elterjedt. Ugyanakkor a hölgyeknek is próbálunk kedvezni, hiszen ezeken a rendezvényeken jó részt hölgyek vesznek részt, ezért fiú csapatot is hozunk. A box team egy szintén Magyarországon elterjedt és híres alakulat. Három fiú tagból áll és boxerobik órát tartanak. De hasonlóan a Rékának az alakreform programjához lesz pécsi prezenterünk is Mihály Melinda személyében, aki hasonló zsírégető, zsírgyilkos órával jön majd, mint a Réka. Mindenkit várunk szeptember 28-án a Bonyhádi sportcsarnokba. Hatalmas buli lesz, és hogyha minél többen vagyunk, akkor annál nagyobb az őrület. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!